tele van a város, akász a virággal. A nőnaphoz igazította, így köszöntőnek is szánta legutóbbi összejövetelét a Salgótarjáni Nóta és Népzenei Egyesület. Bohács István, aranykoszorús és aranycínegedélyes magyar nóta énekes által szerkesztett műsorban felléptek az egyesület tagjai és vendégénekesei. Olyan dalokat állítottuk össze a fiúk, tehát az énekes kollégáim részéről, amit csak a hölgyekről, a szerelemről szól. Általában teltházas van, és nagyon jó hangulatú. Azt lehet mondani, hogy a kedves közönség énekel, és vastapsa jutalmaz minket. Tehát ami azt jelenti, hogy igenében egy 2-3 órához hosszás önfelett éneklés, önfelett szórakozást biztosítunk a mi tagtársainkkal együtt. A József Attila Művelődési és Konferencia Központ klubhelyiségét a közönség ezúttal is zsúfolásig megtöltötte, hisz a másfél éve a hungarikumok sorába emelt magyar nótát sok ember szereti. Ezeket a rendezvényeket a lehető legfontosabbnak tartom, hiszen olyan kevesen művelik ezt, és ez a múltunk, és ebben olyan érzelmek vannak ezekbe a magyar nótákba, népdalokba, vagy csárdásokba, ami másfajta zenében, illetve dalokban nincs meg. A műsor első része ezúttal is a magyar nótáé, a második rész pedig az örökzöld könnyű zenéjé volt. Több énekes mind a két részben pódiumra lépett, de a táncdalok, sanzonok és musicalek mellett az igazi kedvenc majd minden fellépőnél a magyar nóta. A műsorban ezúttal is bemutatkozott több vendégfellépő. Na most a népdal, mint olyan, az egy kuriózum. Úgy mondom, hogy hungarikum. Tehát a népdalra mindig szükség van mindenhol, nem csak nálunk. Én elég sokat jártam, járok külföldre is kint, és a kinti magyarok rögtön azzal kezdik, hogy a népdalok, magyar nóták, hallgatók, csárdásokat miért fogunk játszani, és ők elmondják maguktól, hogy mik azok a nóták, amiket szeretnek. Na most ezeket a régi nótákat mondjuk 1910-től kezdve napjainkig mindenki szereti, szívesen énekli, szívesen játsszák, és erre mindig a magyar ember, ha bánata van, ugye, vagy ha öröme van, akkor erre tud mulatni. Az egyesület következő eseményére júniusban várják majd az érdeklődőket.